Benzin a tankba, egymást érték az autók kedden délelőtt ezen a nádorvárosi töltőállomáson. Mindenki hallotta, hogy megint drágul az üzemanyag, ezért aztán kígyózó sorok alakultak ki a kúton. Aki kevesebbért tankol, az is figyeli az árváltozásokat. Tulajdonképpen elég keveseket tankolok, mert nagyon keveset autózom, nyilván a ár miatt, de horgászni megyek, és ott csak madarak vannak, aztán nem mindig tudok visszajönni, és azért jobb, ha van be egy kis. De ide járok rendszeresen egyébként, a ár miatt nyilván. Az állomás üzemeltetője is külön készül azokra a napokra, amikor emelkedik az ár. Most szokás szerint szerdától kerül többe a 95-ös és a gázolaj, ezért már jó előre több üzemanyagot rendeltek, hogy mindenki megtankolhasson még a drágítás előtt. Ilyenkor a cég központjában természetesen azon dolgoznak, hogy megfelelő mennyiség üzemanyaggal el legyünk látva, és hát mint látható, jönnek is az emberek és tankolnak. A 95-ös benzin bruttó 5, a gázolaj pedig 3 forinttal kerül többe szerdától, így előbbi átlagára 431, utóbbié pedig 430 forintra emelkedik a hazai kutakon. Ez még mindig messze elmarad az áprilisi csúcstól, amikor 450 forint fölé kúszott fel az üzemanyagok literenkénti ára.